izgalmas feladatra vállalkoztunk. A hétágra sütő nap alatt a Balaton hátán tesztelnünk kell egy finom ultralájtos összeállítását, teljesen vizárt termékekből a, hát úgy mondom, a módszernek, a kősüllőzésnek. Tehát ezt az összeállítást, mert minden csali is új számomra, ezek az apró plasztikok, amiket hoztunk, ezekkel igyekszünk kősüllőt fogni. Ránézésre a szép mozgásukat látva, meg a profi pici dzsikhorgokat is, vagy csebukat is hozzá, úgy gondolom, hogy fogósak lesznek. Mi szolgálja ezt ki? Szintén először van a kezembe az a Samurai Spin, amelyik 2-től 8 grammig, rendkívül finom érzékeny, egy harmonikus 2000-es méretű kis vizár dorsóval, és 6-os, 8-as, 10-esig, de minél vékonyabbat ilyenkor, illetve minél kisebb átmérőjű, tehát vékony fonodzsinórját, a vizárnak az MXT-t használtuk, használom, most tekertem fel, vadonatúj minden, és ez fog debütálni. Annyira kis finom rányúlása volt, hát kishal, de kishal, szóval a kősüllő az nem egy, általában nem egy nagy erejű és nagy hal, de hát nagyon-nagyon szépen érzi ez az ultralight szerelés. És hát itt minden a vizár, de ez a kis plasztik, amit már mutattam is, meg fogom is mutatni, ami kicsit rákot formáz, és hát egy kis csebú fejjel. Úgyhogy örömmel, és nem is olyan rossz kősüllő a fenékről, örömmel veszem, hogy sikerült az elsőt kézbe is vennem minden bizonnyal. Hát itt meg is tudom azonnal mutatni, mert most tettem rá ezt a fehér rákutánzatot. Hát a ultralájtos szereléseknek hala az ilyen köves. És most a twister formájú, de ugyanolyan pici, ugyanolyan finom csali, és hát ugyanezzel a jól érzékelő szereléssel. Hát kézbe simult, és most az iménténél biztos egy picit könnyebb dolgom lesz. Igen, és ezt most tényleg egy-két szót megérdemel, meg szeretném mutatni, hogy ilyen kis falat csalival, ezen a szerelésen mindenképpen eredményesen horgászhatunk. A kisebbekre, a nagyobbakra, de mindenképpen a ragadozó halakra, itt most kősüllőkre. Csak nem fekete, de csak azért, hogy lássuk, hogy mennyire fenéken vannak, és hogyha lehet hozzátenni egy pici okosságot, hát az ilyesmi csalit, már úgy értem eredeti táplálékot, nyilván a fenéken szedegeti össze, és nem víz közt. Mert ez valószínű, hogy egy lárva, annak az utánzata, ugye? És úgy gondolom, hogy a Wizard elég jó megcsinálta őket. Én ezeket először próbálgatva, úgy látom, hogy nagyon eredményes plasztikműcsalit találok bennük, mert ahogy ígértem is, rögtön cseréltem, és fogom is folytatni a cserét, mert hiszen jönnek egyik a másik után. Ki kell próbáljam ezt a valamilyen lárva, talán szitakötőjét. Egy biztos, ő neki is majd süllyedtébe, ahogy mozgatom. Úgy remélem, hogy egy-két dobásból ezt is meg fogja kívánni egy torkos kősüllő, vagy ki tudja. Az ilyesmit akár még tudom azoktól, akik gyakran használják, a pontyok is rendszeresen fölcsippentik mozgásába, vagy mozgása után a fenékről, és teljesen sportszerűen szájba nagyobb pontyokat is fárasztani lehet. Hát az még csak remek móka, ilyen habkönnyű ultralight szereléssel. És most éppen azzal, amivel reméltem, egy kicsit elkövette felém ezt a kis kreatúrát, és félúton kapta el az előző kapás helyétől, de hát igazán úgy gondolom, hogy örömöt okoz szintén, mert amikor mindennek passzolnia kell, minden működik, és a Balaton ilyen nagyszerű halasvíz, hogy tudom, hogy ott vannak a halak, hiszen hál' Isten ezek a kősüllők is, meg a süllők is az utóbbi években azoknak, aki rábukkan a helyére, elég jól foghatóak, csak a megfelelő technika kell hozzá, illetve hát nyilván az, hogy azon a napon jó étvágya legyen a halainknak. És most a klasszikus kishal, hopp, elmaradt, minden hal nem lehet meg, klasszikus kishalas formára kapott, de bizonyítva,
hogyha minden jól működik, tehát ez volt a tettes, amire jött a kapás, ha minden jól működik, akkor következő dobásban is lehetőleg ugyanoda, valószínűsíthetően újra kapni fog a hal, mert mindig csoportosan vannak egymás mellett, azért is sikerül néhány darabot, vagy jó néhány darabot is fogni. Persze ilyenkor se essünk azért túlzásokba, vigyázzunk a halra, nem kell több tucatot fogni, nekem se ahhoz, néhány darab elég, egy gumival egy-egy darab, hogy bizonyítsa, hogy fogós az adott műcsali. Rögtön biztos lett, hogy erre a pici kis kreatúrára valami bajuszos is megérhezett, és hát ezzel a nagyon harmonikus, de nagyon-nagyon könnyed Wizard szereléssel, ami ultralightos, a habkönnyű vékony zsinórkámmal, a 2000-es orsóval, illetve hát a kötött fluorkarbon előkével és ezzel a 2-8 g-os bottal, hát amit tudok, megteszek, de egyelőre még a hal az úr, 10 perc után is, de már buborékolt is. Csak nem tudom még mindig fölemelni, ahogy a fény közelébe került eddig, úgy mindig visszatört a fenékre. És hát azért nagyot nem emelgethetek ezzel a könnyed teherbírású cuccal. Hát remélem, hogy majd még látjuk. Már buborékot is láttam, egész addig azt hittem, hogy talán hosszabb bajuszú hal, de most már azt gondolom, hogy megette egy szép balatoni ponty. És pumpálja, húzza, vonja az én habkönnyű Wizard botomat, de hogy megmarad és szívesen fogok vele UL-ezni, az biztos. Ezek után orsót, mert nagyon vékony a zsinór, hú, gyönyörű burványok jöttek. Az orsót is azt hiszem, hogy nyugodtan dicsérhetem, mert ez már nem kősüllős árasztás, hanem jó ideje a csónakunkat húzgálja. Ferenc bottal, feszes zsinórral, nyekergőfékkel, de megbízhatóan nyekergőfékkel. Remélem, megpillantjuk még ezt a halat, ami én úgy láttam a villantásából, hogy egy szép, nagy, hosszú, pikkelyes ponty. Tudatos.